15. fejezet. A rendőrség még aznap letartóztatási parancsot adott ki 4 fiatalkorú ellen, ellenünk. Számos váddal kellett szembenéznünk. Felelőtlen veszélyeztetés, ebből eredő testi sértés, veszélyes tárgy eltulajdonítása, szándékos testi sértés, egyéb bántalmazás, piti tolvajlás. Felügyelet alá helyeztek bennünket, és fiatalkorú szabálysértő státuszba kerültünk. Ezzel az a luxus járt, hogy a jegyzőkönyv nem került nyilvánosságra. És tudtuk, hogy a fiatalkorúakat még a legkeményebb bíró sem ítéli el úgy, mint a felnőtteket. Míg James Caldwell életveszélyes állapotban feküdt a St. Clair kórház intenzív osztályán, és egy lélegeztetőgép tartotta életben, mi a vizsgálati fogságot szüleink őrizetében tölthettük. A sok nem múlt el az alatt, míg sebesen és érdektelenül végighajszoltak bennünket a letartóztatás és a jegyzőkönyv felvétel procedúráján. Szemünket, fülünket bezártuk, nem is hallottuk a körülöttünk felfeltörő zokogást. Egy másik világban voltunk, amely felette volt annak, ahol cselekedni kellett. Szüleink sírtak és káromkodtak. A rendőröknek arcizma sem rándult. Caldwell családja holtan akart látni bennünket. Úgy látszott, az egész környék ránk vár a rendőrség épülete előtt. Eddig mindig a másik oldalon álltunk, néztük a fickókat, akiket elkaptak és bevittek. Most mi voltunk azok a fickók? Ránk mutogattak, rólunk beszéltek. Most mi voltunk a bűnösök. Apám keményen pofon vágott. Ránéztem. Összetörve ült egy széken a konyhaasztal mellett. Csak egy póló volt rajta, meg egy rövid nadrág. Vörös volt az arca, keze remegett, könnyek szöktek a szemébe. Anyám az egyik belső szobában feküdt az ágyon, arcát a párnákba temette, úgy zokogott. Szüleim mindig nagy szabadságot adtak nekem, bíztak abban, hogy az utcán is távol tudom tartani magam a bajtól. Azt hitték, nem olyan gyerek vagyok, aki bajt hoz rájuk valahányszor bekopog az ajtón. Ez a szabadság arra is jó volt, hogy így legalább nem voltam tanúja a napi rendszeres cívódásoknak és verekedéseknek. Ezt a szabadságot abban a pillanatban elveszítettem, amikor a hotdogos kocsi nekivágódott James Caldwell testének. Bocsáss meg, apa! Csak ennyit tudtam mondani. A bocsánat most nem sokat segít, fiam, mondta apám ellágyulva. Felelnetek kell azért, amit tettetek. Mind a 4-5-öknek. Mi lesz velünk? Kérdeztem elcsukló hangon. Könnyek csorogtak az arcomon. Ha az öreg ember túléli, nem lesz akkora baj. Néhány hónapra elküldenek benneteket valami javítóintézetbe. Alig bírtam feltenni a következő kérdést. És ha nem éli túl? Apám nem tudott válaszolni, csak kinyújtotta a kezét, s átölelt. Mindketten rettegve sírni kezdtünk. A következő néhány napban az egész pokol konyhája, amely azelőtt mindig keblére ölelte bűnözőit, mintha sokkot kapott volna. Nem a bűn miatt emelték az emberek a kezüket az égre, hanem azért, mert Michael, John, Tommy és én követtük el. Ti mások voltatok, mondta Kövér Mancsó évekkel később. Persze bolondoztatok, labdáztatok, verekedtetek meg ilyesmi, de soha nem akartatok rosszat senkinek. Nem voltatok köcsögök. Addig a hotdogos esetig. Az komoly dolog volt, és senki nem számított rá. 2 héttel a végzetes nap után, amikor a bíró előtt álltunk, már tudtuk, hogy James Caldwell élve hagyja el a kórházat. A híreket Bobby atya hozta, aki az összes érintett családdal tanácskozott. A letartóztatás és az ítélet hirdetés közti 2 hétben nem találkozhattam a barátaimmal, nem mutatkozhattam a társaságukban, telefonon sem beszélhettem velük. Napjainkat a lakás 4 fala között zárva a házi őrizetben töltöttük. Bobby atya minden nap meglátogatott bennünket, mindig hozott néhány képregényt és mondott néhány bátorító szót. Szomorúbban távozott, mint ahogy érkezett. Amit elkövettünk, nem volt elég szörnyű ahhoz, hogy az újságok lecsapjanak rá, így csak a környéken tudtak róla az emberek. Mégis közellenségnek éreztük magunkat. Anyám háta mögött összesúgtak az utcán, valahányszor boltba vagy templomba ment. John anyja olyan ritkán járt be dolgozni, hogy már-már kitették az állásából.
Amikor Michaelnak le kellett ugrania valamiért, egy sörös üveget dobtak felé. Tomit nem engedték be az egyik moziba. A magad fajtának nem örülünk itten, mondták neki. Ide nem jöhetsz be. Nem csináltam magának semmi rosszat, felelte Tomi. Nem tetszik valami? Hívd a zsarukat, közölte vele a mozi igazgatója. A két hosszú, rémisztő és fárasztó hét alatt csak háromszor hagytam el a lakást. Kétszer templomba mentem anyámmal. Harmadjára azért mentem el, hogy találkozzam King Bennyvel. Töltöttem magamnak kávét. King Benny az asztal túlsó végéről figyelt. Vasárnap volt, késő délután. Mögöttem egy tranzisztoros rádión éppen egy Yankees meccs közvetítése szólt halkan. A klub előtt két férfi ült faszéken, fekete pantallóban és újatlan pólóban. Ittam a kávémat, hallgattam, ahogy Firi Cútó bemondja az állást a 8. hely cserénél. A Yankees 3 futással le volt maradva. King Benny az asztallapjára fektette a tenyerét, arca tökéletesre borotválva, mint egy maszk. Idén megszívják, mondta egyik ujjával a rádió felé intve. Tavaly is megszívták, feleltem. Lassan szokásuk lesz. Rossz szokás. Olyan, mint börtönbe menni. Bólintottam, s lehajtottam a fejem, hogy ne kelljen a szemébe néznem. Senkit nem akartunk bántani, kezdtem bele. De nem akartátok, hogy ne történjen meg. Úgy értem, nem az volt a szándékunk, hogy bárkinek is ártsunk, magyaráztam. Kevés ember szándéka az. Mit gondol, mennyit kapunk? 1 évet, mondta Kingben is, éreztem, ahogy a lábamból kiszáll minden erő. Vagy többet. Attól függ, milyen hangulatban lesz a bíró. Azt hallottam, hogy a miénk elég kemény, szeret példát statuálni. Minden bíró kemény, szögezte le. Ittam még egy kis kávét, körbenéztem a helyiségben, emlékezetembe rögzítve minden tárgyat, a szagot, a biztonságérzetet, amely ott körülvett. King Benny bűzös klubja második otthonommá vált, s a könyvtárhoz hasonlóan olyan búvóhely lett, ahová elmenekülhettem az élet szikársága elől. Elmenekülhettem a pokol konyhájának legveszedelmesebb embere által nyújtott csendes társaságba. Elmondta apád, mire számíthatsz, hogy hogyan viseld magad, fordult felém. Nem beszélt túl sokat, nagyon mérges. Többnyire csak ülnek anyámmal és sírnak, vagy veszekednek. Vagy az egyik, vagy a másik. Ott én sem tudok segíteni, hajolt közelebb Kingben is, keményen rám nézett. A barátaidnak sem. Azon a helyen egyedül leszel. Nem lesz könnyűségsz, kemény lesz. A legkeményebb dolog, amellyel neked meg a barátaidnak valaha is szembe kell nézni. Apám is így gondolja, ezért sír. Apád tudja ezt, csak nem gondolja, hogy készen állsz rá. Nem hiszi, hogy meg tudod csinálni. Maga hiszi? Nem, én sem. Van benned valami, ami nagyon hasonlít rám, egy kis részed. Az talán elég lesz, hogy élve visszatérj. Mennem kell, toltam félre a csészét. Nem maradhatok kint sokáig egyedül. Mikor indultok? Csütörtökön kell megjelennünk a bíróságon, mondtam az embernek, akit úgy megszerettem, mint a tulajdon apámat. Akkor tudjuk meg, hová küldenek és mennyi időre. A szüleid is ott lesznek. Csak apám. Anyám nem bírná ki, hiszen ismeri. Jobb is, ha nem lát a tárgyalóteremben, nyugtázta. Maga itt lesz még, amikor visszatérek? Kérdeztem elcsukló hangon, s a két kinti alakot figyeltem. Nem akartam, hogy Kingben is sírni lásson. Én mindig itt leszek. Csinálom, amit mindig is csináltam. Mit csinál maga tulajdonképpen? Kérdeztem könnyes szemmel mosolyogva. King Benny az üres kannára mutatott. Kávét.